Üdvözlök mindenkit, Pető Ákos vagyok, a Pécs Baranya Kereskedelmi és Iparkamara testületi tagja, nekivel a Pető és Szálkai Vállalkozás Fejlesztő Iroda ügyvezetője. Mai napon a múlt héten megjelent önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatban szeretnénk egy rövid videós tájékoztatót tartani. A leggyakrabban felmerült kérdésekkel kapcsolatban továbbá azzal, hogy technikailag hogyan működik ennek a pályázatnak a beadása. Múlt héten jelent meg ez az új támogatási kiírás. A pontos hirdetményt mindenki a www.munka.hu felületen találja meg. Mire rákattintunk, látjuk, hogy több felugró ablakból tudjuk kiválasztani, és akkor ami ránk vonatkozik, ez az önfoglalkoztató kompenzációs támogatása. Itt el tudjuk olvasni a kiírást rövidített változatban, és az aljára körgetve találjuk meg azokat, amikre nekünk szükségünk van. Itt kettő fontos dokumentummal találkozunk, az egyik maga a hirdetmény. Ez a hirdetmény az, ami egy 7 oldalas PDF dokumentumban leírja, hogy pontosan kire vonatkozik ez a pályázat, milyen feltételekkel vehető igénybe, és az összes egyéb fontos információt, amit ezzel a támogatással kapcsolatban tudni érdemes. Ezt javasoljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza át. Mostani videóban egy katás főállású egyéni vállalkozónak a pályázatra vonatkozó beadási procedúráját fogjuk végigvenni. Ezért is ismétlem megint, hogy aki valamilyen tekintetben ettől eltérő, akkor próbálja meg a hirdetményt alaposan áttanulmányozni. A hirdetménnyel kapcsolatban több felmerülő kérdés nem tisztázott még. Az illetékes járáshivatal a minisztériumtól írásos állásfoglalást kért, azoknak a megérkezéséig ezek a kérdések nyitottan maradnak, viszont az említett pályázónak a dokumentum beadását azt most ilyen formában végig tudjuk csinálni. Tehát látjuk itt ezt a kérelem feliratot, rákattintva egy Word dokumentumot lehet letölteni, és miután ez letöltésre került, látjuk, hogy ez egy A4-es dokumentum. Ez az a dokumentum, amit nekünk ki kell tölteni. Most egy fantázianevek és fantáziadatokkal kitöltöm, hogy a későbbiekben lássuk. Értelemszerűen kell kitölteni. Támogatást igénylő vállalkozás neve. Beírunk valamilyen nevet. Adószámnál nem adóazonosítót kér, hanem ugye az adószámot, a 8 számjegy, és utána kötőjel, és megint kötőjelrel a megyekód. Írunk egyet. Székhely címére értelemszerűen beírjuk a vállalkozásunknak a székhelyének a nevét. Vezető beosztása, neve, telefonszáma, e-mail címéhez szintén értelemszerűen beírjuk a vállalkozásunknak az adatait. Pénzintézeti számlaszám, ide megadjuk azt a bankszámlaszámot, ahova szeretnénk kérni, hogy az utalás érkezzen, illetve megadjuk ugye a számlavezető intézetünknek a nevét. Felmerült itt kérdésként, hogy amelyik vállalkozónak, aki nem számlanyitásra kötelezett, és nincs számlaszáma, ő kérheti-e postai úton. Ez szintén az a kérdés, ami egyeztetés alatt van a minisztériummal, így jelenleg ezt a választ nem fogjuk tudni. Tehát ide mindenki értelemszerűen ezt beírja a saját adatait. Most csak beírok egy üres számlaszámot. Telephelycím, ha van telephely a vállalkozásnak, értelemszerűen a telephelycímét, ágazatához tevékenységi ágot beírja, fő tevékenységi körét itt a hirdetmény alapján kitölti, kapcsolattartó neve, e-mail címe szintén, ahol a vezetőhöz megadtuk ugyanazokat az adatokat, szintén ugyanide ide beírjuk, illetve tajszámunkat is ide beírjuk. És akkor ezen kívül annyi dolgunk van, hogy ezt a kettő
nyilatkozatot lényegében elfogadjuk. A fönti nyilatkozat az arra vonatkozik, hogy a hirdetményben van felsorolva egy viszonylagosan sok olyan állítás, amiket magunkra igaznak vélve elfogadunk, azzal, hogy ezt mi beküldjük, azzal egyben el is fogadjuk ezeket, illetve a második az az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozat. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatra vonatkozóan van egy külön dokumentum a hirdetmény alatt, azt csak és kizárólag abban az esetben kell kitölteni, hogyha a vállalkozónak van valamilyen összeférhetetlensége a kiírószervvel kapcsolatban. Én most ide azt írom be, hogy nem. Kitöltjük a... Pécs. ...2021-06. Miután kitöltöttük ezt a dokumentumot, nem szükséges kinyomtatni, hanem egész egyszerűen átkonvertáljuk ezt PDF-be. Tehát PDF-ként nyomtatjuk ki. Elmentjünk a képünkön. És ezután maga a beadás az e-papír felületen fog megtörténni. Ennek a címe e-papír.gov.hu. Ide belépni az ügyfélkapus azonosítónkkal tudunk, és végigmegyünk akkor itt is, hogy maga beadásnak a feltétele az, hogy megy. És akkor az új levél írásánál ellenőrizzük a saját adatainkat. Egyéni vállalkozónak nincsen cégkapuja, így ő innen fogja ezt elküldeni. Kitöltöttük a címzettet, utána az ügytípus a témacsoport automatikusan kitöltődik. Levéltárgyába beírjuk, hogy ön... foglalkoztató kompenzációs támogatása, levél szövegébe pedig szabad formátumban megfogalmazzuk, hogy ezt a kérelmet most csatoljuk. Tehát. Yeah. Utána tovább a csatolmányokhoz, és itt kell a maga elmentett PDF dokumentumot nekünk kiválasztani. Ugye azt, amit kitöltöttünk Word formátumba, és utána PDF-re átkonvertáltunk. És mielőtt rákattintanánk a tovább a véglegesítésre, ez egy nagyon fontos lépés, hitelesíteni kell. Ez a hitelesítés pont az fogja eredményezni, hogy nem kell nekünk kinyomtatni, aláírni és visszaszkennelni, hanem elektronikus aláírással hitelesítve lesz. Ezért teljesen papírmentesen meg tudjuk csinálni a kérelem benyújtását. Meg is történt a hitelesítés. Rákattintunk a tovább a véglegesítéséhez. Itt látjuk még egyszer, hogy pontosan kinek címeztük, mi volt a levélszövege, mi a csatolmány, és hogyha minden megfelelő adat megtalálható, akkor rákattintunk a küldés gombra, és akkor ezzel a kérelem elküldésre is került. Én most nem fogok tudni rákattintani a küldés gombra, mert azzal ténylegesen beküldenénk a járáshivatalnak ezt a dokumentumot. Annyira szeretném felhívni a figyelmet, hogy miután a küldés gombra rákattintottunk, ott van lehetőség letölteni magát a levélnek a tartalmát egy szintén PDF dokumentumba, azt célszerű megtenni, eltenni saját magunknak, hogy meglegyen a beküldésről szóló visszaigazolásunk is. Az előzőekben bemutattuk a támogatás beadásának a folyamatát. Ismét fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez a támogatás nem mindenkinek jár, ezért a hirdetményben szereplő tevékenységi köröket, illetve egyéb feltételeket mindenki alaposan tanulmányozza át.